Bon, tu l'as bon, tu es bénévolant pour toi, je suis de bien aimer. Már ezután gatya nélkül járok, lóg a tököm, röhögnek a lányok, nagyobb része gondolja magába, jobb lenne, ha bennem kalimpálna. Ami a felett érdekel engem, borzasztó riasztó vagyok, az sem vagy semmi nem baj. Nem is én ezt tudják. Engem bemegyek. Előre megyek, vagy lükvet előre. Istenem. De való. Fényes kávéház előtt egy kislány megáll. Kis karján egy orgonával utalékosár. A portás rákiált, hord el magad. Mert virágot árulni itt nem szabad. Erre a virág állósrány tovább süllyed, kéglő készvéből a könyv pereg, amíg az égen ragyog a hold, a kislány csendesen így dalol, orgon a virág, és árava az én szívem, jó, ezeket, orgon a virág, miért nincs szerelmesem, te ugye te megírted a bánatom, hogyha nem is kérte, mi fáj nagyon, mert mindjárt elhúzok, de valaki van össze. János bácsi elmegy az orvoshoz. Mi van János bácsi? Azt mondja, már nem tudok baszni. Nem lehetne átültetni a disznó faszát az jó csavaros. Dehogy nem, János bácsi. Sikerült a műtét. Jön vissza egy hónap múlva, hogy működik. Csórikám vissza vagy. Na János, hogy működik? 50-50%-ba. Azt mondja, az viccelet. Ha már moszlékot megeszem, de baszni meg nem tudom. Mert a felett állját. Ezt a hülyeségére, hogy mit találtam. Helyett cigány, ez egy csokor virággal. Hol van még? Megőrzik. Nem tudtam, hogy szombatról vasárnapra elhalasztak. Mi van, jobban lett? Megy a krematórium, megy a kintikát. El kell szimatolni. Szimatol. Azt mondja, égetik a zsigát. Honnan tudod? Azt mondja, olyan karamelles szag, azt mondja, cukorbeteg van a karamelles, akkor karamelles szag. Hát bocsánat, hát nem, hogy mit Kisztával el kell durmázni. Jön a rendőr, azt mondja, mit csinálsz kisfiú? Mondja a rendőr. Kis autó. Azt hittem, hogy rendőr. Nem, ahhoz nagyobb rakás kellett volna. Azt jól. Ezt mi volt?